A régészeti munkák során 2016-ban olyan területre jutottak el a kutatók a kalocsai érseki templom környékén, ahol 1945-46-ban temették el az egykori Vörös Hadsereg elhunyt katonáit. Az orosz nagykövetség és a kutatások alapján 214 holttest exhumálására került sor a napokban. 2016 óta folyik az egyeztetés arról, mi történjen a megtaláltak földi maradványaival. A folyamatra most pont került. Érvényben lévő hadisír egyezmény alapján azt tartalmazza, hogy az összes holttestet exhumáljuk, ezt a hadtörténeti intézet maga végzi, ezt nem nekünk kell, hál' Isten. Exhumáljuk ideiglenesen dobozokban tárolva, tehát erre megfelelő tárolóeszközben tárolva, az érseki kastély egyik jégvermébe tároljuk, addig, amíg mind ugye elő nem kerül, és ekkor újra temetjük a kalocsai köztemetőben. Az önkormányzat a tavalyi évben biztosította a területet az újratemetésre. Arról is döntés született, hogy emlékhelyet hoznak létre, mely az egykori sírhelyek jelzésére szolgáló emlékmű másolata lesz. Részben újraépítjük, részben felhasználjuk a megmaradt itt a Székesegyház melletti területen álló sír emléket, abban az állapotban, amilyenben volt. Ezt a rendszerváltáskor elbontották, ennek a nagy részét, de ezt tervek alapján tudtam rekonstruálni, és ezt újjá fogjuk kint a temetőben építeni. A tervek szerint az elesett katonák heteken belül végső nyughelyre lelhetnek a kalocsai temetőben.